Jelenleg bajnok esélyes az Újpest, mert a harmadik mérkőzést előtt. Match to match, and we are better and better, and we will see. Persze az elején azt mondta, hogy ha most véget érne a bajnokság, az igen kedvező lenne, de a viccet félretéve nem ez az elsődleges szempont, amit most figyelembe kell venni, hiszen ez rendkívül nagy nyomást helyezne a játékosokra, sok fiatal játékosunk van, és nem szeretné, hogy ezzel foglalkozzon mindenki. Természetesen reményt keltő az eredmény, de nem gondolkodom még abban, hogy európai szereplés, vagy bármi legyen az, amit célként kitűzünk. Ez egy távoli cél, hiszen most a csapat, mint az összes többi csapat épül, és rendkívül sok munkát kell még belefektetni. Jelenleg bajnok esélyes az Újpest, mert a harmadik mérkőzést előtte. De nagyon sok mérkőzés, nagyon jó csapat, sok jó csapat, szóval maradjunk meg annyiban, az Újpest nagyon erős csapat, és minden jobbak leszünk szerintem, hogy telnek a meccsek, ez szerintem látszik a játékunkon is, az más kérdés, hogy a rangadókon mit fogunk hozni. Tisztában voltunk abban, hogy ez a bajnokság nem lesz egy könnyű séta, úgyhogy erre az elejétől már beszéltünk, és tudtuk, hogy minden csapat közlekedik több tapasztalat és rutinnal, mint mi. Nekünk tanulnunk kell, nekünk építeni kell, minden meccsből ki kell dolgozni azokat a részeket, amelyeket kell javítani. És igazából nincs sok idő, de mondom, időt, amit töltünk a pályán és az edzéseken, erre kell feltölteni, hogy ezeket a hibákat minél gyorsabban javítsuk. Reméljük, ez a gépezet minél hamarabb beindul, mert sajnos itt 3 meccs elment, igaz, van még a bajnokságból elég, de minél hamarabb el kell kezdeni a pontokat gyűjtögetni, mert a többiek úgy néz ki, hogy szerzik a pontokat, egyedül tán, ha a Vasas most nem tud nyerni a Fradi ellen, akkor ő az lesz még, aki nem tud pontot szerezni, úgyhogy reméljük, hogy mi itt pont ellenük ma jövő héten elkezdjük azokat a apró pontocskákat gyűjtögetni. Szerintem nagyon fontos, hogy egy védő pontrugáson tudjon gólt elérni, de ez se direkt fejes volt, és egy lepattanó labda volt, szóval ez se az igazi álomfejesen volt. Nagyon jót tett a lelkemnek, meg hogy mondjam, szerettem volna visszaadni ezt a közönségi fogadtatást, amit kaptam a szurkolóktól.